18 éven aluliak számára nem ajánlott. Figyelem! A most következő végigjátszás horror tematikájú, plusz epilepsziás rohammal járó fényefekteket is tartalmaz. Megtekintése kizárólag csak saját felelősséggel ajánlott. Hello mindenkinek! Ez itt a legújabb végigjátszásom, ami a jól ismert Condemned Criminal Origins című játék. Erre a játékra már régebben már le akartam csapni, már régebben is be akartam már mutatni, csak hogy már máshol is foglalkoztam, és azért nem jött össze, de most jött el az ideje. Egyébként ez lett volna egy halloweeni végigjátszásom egyébként, de most inkább előrébb húztam, és most akkor így alakult. Meg hát kaszt haverom is már végig tolta. Szintén magyar nyelvvel, én is magyar nyelven fogom tolni. Mit kell tudni erről a játékról? 2005-ös, tehát a legelső kiadás ugye Xbox 360, ugye akkor volt a legelső időszaka, amikor megjelent az Xbox 360 2005-ben, és rohadli sok játék jött ki, és nagyon jó játékok, közöttük a Monolith Productions által fejlesztett és a Sega által kiadott Condemned. És ugye azt kell tudni, hogy 2005-ben, 2005 év végén jelent meg X360-ra, exkluzív van, és egy évvel később, nem, majdnem egy évvel, hát inkább egy ilyen fél évvel később, ilyen áprilisban, 2006 áprilisában kiadták PC-re, tehát megcsináltak a PC sportot, és most ezt fogjátok látni. Annyit még előjáróban, hogy szívem szerint azért kezdenék bele ebbe a végigjátszásba, mert mivel van egy második rész, ami csak a Xbox 360-ra jelent meg két évvel később, ha a PC sportot vesszük figyelembe, de az Xboxosat akkor három évvel később, 2008-ban ugye megjelent a második rész, a folytatása, Bloodshots All néven, és azt is szeretném végigjátszani, természetesen, mert megvan, úgyhogy emiatt kezdek ebbe bele. Itt kell még tudni, hogy honnan tudtam még erről a játékról. Ja, hát igen, hogy akik 2005-2006 tájékán voltak fönt a YouTube-on, még amikor még a Space Ninja 88 alias Visor, Senshino, Otala, és ő miatta, ugye, amikor ő is belekezdett, ami a Senshi mellett, a Senshi Otala blog még létezett, akkor Senshi meg Otala, ők ketten játékbemutatókat készítettek, még végijátszásokat még nem foglalkoztak, viszont Otala még nagyon elsős, még hogy mondjam, nagyon először kezdte a videózást, meg hát ez egyébként azt hiszem a második bemutatója volt, és ő volt az első női gamer játékbemutató youtuber ebben a közegben. Tehát ez le a kalappal előtte, kár, hogy már nem folytatta a, hogy mondjam, a projektjeit, mivel az élet közbeszólt, meg ilyesmi. Le a kalappal előtte, semmi baj, nyugodtan csinálja azt, amit tud, ezért nem tud a videózással foglalkozni, megértem. De minden esetre ő miatta is nagy külön köszönet, hogy megismerkedtem ezzel a játékkal. Egy kétrészes videó még mindig fönn van a YouTube-on. Szóval ennyit igazából az alapkoncepcióról, meg a háttérsztorival kapcsolatban erről a játékról. Nézzük csak, háromfajta nehézségi szint van, könnyű, közepes, nehéz. Ez a mechanikától függ, hogy milyen a játék. Azt kell tudni a játékról, hogy FPS, de mégse shooter, hanem inkább ilyen közelharcos. Emlékeztek a Csornája Metkára? És ugye azt mondtam, hogy az az orosz Condemned. Na, a Condemned, de ugyanez lesz a helyzet, mivel ez volt az alapanyag. Az oroszok megcsináltak a Csornája Metkát. A tippeket bent hagyom, mert azért érdemes olvasni őket. A célkeresztnél az van, hogy ki lehet venni, szokásos, ami az angol fordításnál egy kicsit furcsa, de mindegy, nagyon külön köszönet a magyar fordítóknak, hogy legalább a kevésbé angol értő játékosoknak is lehessen a tantusz, hogy a szokásosnál itt ott van, hogy aktív, ami az azt jelenti, hogy csak akkor aktív a célkereszt, amikor akció van, de hogy legyen mindig bekapcsolva, ez a fontos. Felirat az mindig,
Irányításoknál, ugye billentyűzetnél nézzük csak, igen, VSD mozgás a lényeg, shift, sprintelés, ugrani nincs, ugrás nincsen, csak az a rúgás, tehát itt ugrásra nem lehet számítani, mert nem, mert egy hétköznapi emberre leszünk, nem egy szuper naturális halandóval. A tűz, védekezés, na hát a bal klik az igazából az lenne a közelharc, meg egyben ha a lőfegyvert találunk, akkor azzal tudunk lőni. A jobb klik a védekezés, az bármivel. Ugyanúgy, mint a csornájámat kapcsolatban, tehát bármivel lehet védekezni. Kifogy a lőszer a fegyverből, azt is lehet közelharci fegyvernek használni. Sokkoló, azt a középső klikre raktam, mert lesz nálunk egy sokkoló, mivel ugye mi ügynökök leszünk, rendőrségi ügynök. Elve lehet interakcióba lépni dolgokkal, az F a zseblámpa, kézítusa a tab, ugye ezzel lehet majd váltogatni a közelharci állapotba. Muníció megtekintése, ugye meg lehet nézni, hogyha föltöltöttük a fegyvert, akkor az R úgyboli megnyomásával megnézhetjük még egyszer a fegyvert. Előkészítő eszközök a T. Na, ugye lesznek majd itt nyomozások, nem akarok nagyon spoilerezni még az elején, csak annyi, hogy mivel ünnökök vagyunk, és ugye egy büntet helyszínén leszünk majd többször, és ugye lesznek nálunk eszközök, amik a pont nem kell mindig kiválogatni manuálisan, hanem automatikusan a játék mondja neked, hogy megnyomod a T-t, és azt a funkciót veszi elő. És akkor azt használja, mondjuk valamit le kell fényképezni, elővesz a fényképezőgépet, vagy az UV lámpával megnézni azokat a területeket, amit szabad szemmel nem lehet látni. A rúgás a space, ugrás nincs, helyette rúgás van, nem baj. Akkor vannak ilyen, hogy mondjam, ilyen kivégzések, kombók, hogy az egyese lehet fejelni, arc földbeverése 2-es, nyakkitörés 3-as, 4-es ütés. Nyilvánvalóan lehet, hogy ezek ilyen kivégző mozdulatok. Nyilván, hogy ez lett átvéve a konzolos sportból. Az egérre, ha van valami baj, akkor érzékenység simítás, ha van valami baj, akkor még rakok rá valami pluszt. Na, lényegében ennyi. A megjelenítés, hát az maradjon, mert az ott simán a mindet fúra csutkára maximális minőségre raktam. Hangoknál a zenét egy picit levettem, mert tudjátok, hogy milyen vagyok. Teljesítmény, igen, az be van állítva. És akkor, mielőtt még elkezdenénk, ugye kell egy profil. Már alapból csináltam egy profilt, ezzel a profillal elmenteni az aktuális beállításaimat. Na. És akkor indítsunk egy új játékot, és mi mindig könnyű fokozaton. Könnyű, kisebb sérülést szenvedsz, ha megütnek. Normálon kissé jobban sebzős, ha megütnek. Nehéz, az EMI átlagos pontossággal rendelkezik. Tehát majdnem egy ütés, egy halál, egy lövés, egy halál, tehát azért fel kell kötni a katyát. Akkor könnyű fokozaton, hadd szóljon! Belső tudósítás, bűnözési hullám megmagyarázhatatlanul emelkedik, összegzés, a város bűnözési rátája rekordszintre emelkedett, a legszörnyűbb, hogy a halálesetekkel végződő bűncselekmények ebből 28%-ot tesznek ki. A fegyverek és az életcsomagok titkos helyen találhatóak. Az a madárka, az nagyon izé. Ja, Monolith Productions, nem ismerős nektek ez a töltőképernyő? Mivel nemrég először jött ki a FIR, aztán jött ki ez, és lehet látni, hogy azért vannak ilyen hasonlóságok, hogy a Monolith a saját motorját használja föl mindenhol, és például itt ez, hogy elolvashatjuk a töltőképernyőn a feliratokat, és akkor nyomj egy gombot a folytatáshoz, ez ugyanaz, mint a FIR-ben, szóval nem az van, hogy kiakadás, hanem érdekesség, és jól esik. Na, kezdjük. FBI. Szevasz. Ez szép arcod volt. Aha, Sega, meg Warner Bros. Igen. Ugye a legutolsó játékok 2017-ben ugye a Shadow War folytatása. A Mizé Gyűrűk Ura játék. És ez a legelső olyan játékok közé tartozott, amikor még kijött az Xbox, és ugye a film mellett ez volt a másik. Hunosítok Teamnek köszönjük a magyarosítást.
Ugye itt van főhősünk, Ethan Thomas. Thomas, I don't got all day here. Let's get a move on. Lehet, hogy visszahúzom a zenét, mert hogy az háttérzajnak is minősít. People are scared. We need to get this one. Follow me. Body's this way. Aha, hullát találtak, és ugye hívásra hívtak minket. Hát kb. Így. Na. Kövess Dixon. Dickinson nyomozott a büntény helyszínére. Google le is be tudsz menni, hogy amikor ezt az ikont látjátok, akkor csak meg kell nyomni egy E-t, és akkor áthajulunk a kordonon, és bemegyünk a helyre. Ne sietessé már, vannak itt körülöttem olyanok, akik még nem is ismerik ezt a játékot. Na, van itt egy gyilkos. Elnyom escape-et a küldetés részleteinek megnézéséhez. Igen, kövess Dickinson nyomozót a büntény helyszínére. Oké. God, why do they always have to kill in such maggot-infested dumps? Why can't they pick a nice spot without addicts and gang members for once? Some place not so damn dark. Jesus, oh. Nearly shot the bastard. Ez csak egy patkány, mi van? Meg a patkányt is lelőtted volna. Bocsánat, ha néha nem beszélek, mert egyrészt ők is beszélnek, másrészt... De sietett ez a barom. Annyira so intense, még a árnyékom is látszik, meg a lábam is látszik, szóval... A Csornaja Metka ugye az nem volt annyira ijesztő, ez az lesz. Ez a Csornaja Metka horror verzió. De nem akarom sokat összehasonlítani. Aki most krepelt be a lámpád? És most nekem kell a lámpát bekapcsolni, az F-fel. Ígyni. Ahogy a karakterem forog, úgy mozog a lámpa egyébként. Tehát nem statikus lámpáról van szó, hanem ez egy a kabátomra van szerelve, és hát oda befűzve. És ez nem tud kifogyni, hál' Istennek. Tehát nem úgy, mint a filmben, ott ki tudod fogyni, és utána egy kis idő után vissza tudod tölteni. Visszatöltődött, és akkor újra lehetett használni. Le se szarja, hogy belevilágítok az arcába. Becker. Szóval ott ki tudott fogyni, utána egy pici idő után újra lehetett használni. Itt megállás nélkül lehet használni. Hogy ez így villog, a lámpa, az ne ijesszen meg benneteket, ez csak izé az intenzív. Felnőtt babákat még láttam életemet, a kicsiket, és ráadásul mi az arcuk le van szedve. Hú, durva, mint a Neverending Nightmares-ben. Vagy a mi volt az a másik? Igen, a Neverending. Hú. Ja, az a valódi Thomas. Test. Rosa, hadnagy. Most a csaj mondja nekünk, hogyha amikor így beélesedik a kép, így kívül beszürkül középen meg nagyon így a shaderes, tehát nagyon beélesedik a kép, akkor ez azt jelenti, hogy az ösztöneim besugalják, hogy van használható nyom a közelben. Annyit kell csinálni, nyomom a T betűt, és akkor előkapom az UV fényeket. Szerves bizonyítékok linán izzanak. Aha. Ott van. Igen, és akkor nyomunk még egy T betűt, előkapjuk a fényképezőgépet, és akkor a VHD gombok nyomásával addig kell mozgatni, amíg zölden nem világít, és le kell kapnunk a bal klikkel. Így van. Kézzel folytották meg. Most nemrég, tehát hogy nagyon erős új lenyomatok, a tiszták. A csávó jobbkezes, nincs mutatója. Tehát amikor a nyomokat elküldjük, akkor Rose-nak küldjük el a nyomokat.
és lesznek ilyen víziók, amikor magát a gyilkost látjuk. Az úgynevezett X tömeggyilkost. Lesznek ilyen látomásaink sorra. Aha. Most a, ezt a zöld kamerát kell használnunk. Világosodnám félik a megtalált nyom. Aha. Tehát ugye ezt a zöld, másik zöld lámpát kell használnunk, ami sötétben, ez az infralézer. Azt hiszem ez a neve. Az a lényeg, hogy a zölden világított bizonyítékokat kell keresnünk. És akkor még egy T betű. És ezt sima fotóval kell leszednünk. És itt is ugyanez. És a mobilokon látjuk, hogy mi ez. Ugyanaz a jel. Exact same MO as the others. It's the work of a guy we've been calling the matchmaker. Matchmaker, kerítő. Poses them in grisly tableau with male department store mannequins. Mannequin always slightly disfigured by a mark on the face. Aha. Any luck on the mugs? Szóval van valami ilyen pszichopata mániány, ugye jeleneteket csinál. No luck so far. Igen. Szóval ennyi. Valaki rágyújtott, mert füstszagot éreznek. Szóval igen, tehát hogy lesznek ilyen nyomkövetések, illetve mondtam... Aha, innen jön. Annyit akartam még mondani, hogy ugye minket Ethan Thomasnak hívnak, hogyha valakinek nem esett le a tantusz. Aztán lehet látni, hogy ugye milyen nyomozók vagyunk, ilyen detektívek, és akkor lehetett látni, hogy csak meg kell nyomni a T betűt, és akkor nem az kell, hogy manuálisan válogatunk a nyomkereső kütyük közt, hanem automatikusan így az ösztöneink beindulnak. Na. És nekem ez nagyon tetszett a játékban. Játszottam vele, de nem játszottam ki végig, hanem így az első két fejezetet toltam. Valaki rágyújtott, biztos, hogy a gyilkos. Mi volt ez? He's right above us. Felettünk van. This is Officer Beck. Itt van a gyilkos. Back up immediately. Fourth and Stark. Potential homicide suspect still in building. Officers are on their way. ETA 10 minutes. Copy that. Becker and I will head up the fire escape. You wait here for backup. Okay. Mit várunk? Shit. Okay. Now he's playing with us. Nem is kell mondanom. Becker, secure that door. Thomas, check out the building and get these lights back on. Na, minket kérnek meg, hogy menjünk föl. All clear, agent. Okay. Sooner we finish up here, the better. Let's go. Na, ők kívülről közelítik meg a helyszínt, én meg belülről megyek fel. For Christ's sake, be careful. Hát ezt mondd magadnak, mert te mindjárt kipurcansz. Vagy mindjárt kipurcantok. Tisztában vagyok vele. Ez ilyen klisé, tehát ez... Na, és akkor itt a pisztoly a kezembe. Telefon. Agent Thomas, Officer Becker. I don't know if they're on a new drug. Thomas Dickinson, there's one coming your way. Addict amped up on something. Aha, van aki drogosok. Hú, itt elment. Vannan a pisztoly. Az erről így meg tudom nézni, és akkor lehet látni, hogy így bal oldalt megmutatja, hogy hány töltényem van. Federal agent, come out peacefully or I will use force. Hello! Headshot! Ilyen drogos csavargó pszichopaták. Igen. Egyébként a játék során vannak összeszedhető dolgok, az a baj, hogy googolni meg ugrani nem tudunk, szóval ilyen kis helyekre nem tudunk rámenni. Igen, és úgy van, hogy nem úgy van, mint az átlagos shootereknél, hogy van egy fölös töltény, akkor azt már pluszban még rárakja, hanem hogy egy tárat használunk folyamatosan. Ugyanúgy, mint a Csornaja Metkában is lehetett látni. Tehát, hogy lesznek ilyen fölszedhető dolgok. Mit mozogsz? Oh! Csak meg... nem gondoltam, hogy ez így megtörténik. Csak belerúgtam, röpült egy nagyot, és átment álló
forgóventilátorba. és mozog. Az igen. Az a baj, hogy csak előre rúgok. De durva. Ez de durva. Na, erre mondják azt, hogy hullahop. Ja, van itt első segédoboz, hogyha kevés az életünk, ami a bal felső sarokban van. Az a kis üvegcse, kémely üvegcse. Ha az abból egy pici le van csiszolva, hogyha mondjuk megtámadtak volna, és sérültem volna, akkor ezzel tudjuk gyógyítani magunkat instant. Oké, nemrég néztem Szovinak a videói, például a Vampir végigjátszást néztem. Isten áldja, hogy ő végig tudta tolni, nem úgy, mint a VR-osok. A lényeg az, hogy én is olyan fajta vagyok, mint ő, hogy én körülnézős vagyok. Sprinteni még nem tudok, mert még nagyon az elején vagyunk. Lehet, hogy erre kell majd menni. Az a baj, hogy nagyon lassan tudok haladni. Úgyhogy kicsit szenvedős az eleje, ha mindent meg akarok nézni. És nem tudom, hogy működik-e a save, quick save, quick load. Aha, nyomta egy 5-öst, quick save, és azt hiszem az F9-es a click load. Igen, csak azt a baj, hogy a játék egyáltalán nem mutatta. És lehet manuálisan is menteni. Itt mutatja egyébként a játék. A Weissman hivatali épületben vagyunk, és a betöltés meg az F9-es. Szóval, igen. Aha, itt lehet fölmenni. Akkor csináljuk azt, hogy most mentek egyet. Igen, szokjátok meg, hogy nagyon sokat fogok menteni. Igen, és akkor mindenki bevághatja a Postal 2-s nagymamás beszólást. Nem érdekel. Én biztosra megyek. Na nézzük. Oké, na most vissza kéne gyalogolni, ekkor nyomok egy igent. És akkor folytatjuk tovább. Mindig szokom, hogy a space az nem ugrani, hanem rúgás. Most kb. Pár perce mondtam, hogy itt nem lehet ugrani. Oké. Ja, mondtam, hogy lehet közben összegyűjteni ilyen dolgokat, amivel azt hiszem ilyen titkokat lehet föltárni, meg konceptrajzokat, meg ilyesmik, azt hiszem halott galambokat, meg medálokat, plecsniket, meg valami ilyesmiket, azt hiszem. Jó. Mivel ez horrorjáték, minden sarokba menézek. Na nézzük itt mi van. Semmi, csak alkatrészek. Ez építkezés alatt volt ez a cucc. Oké. Nagyon ijedős fajta vagyok. Szóval akkor itt nyilván nincs semmi, akkor nyilván haladnom kell tovább. Aha, szét volt pakolva mindennel, most már itt fel lett lökve, mert itt futkároznak a hülyék. Hello! És beáll a fal mögé. Idióta ez? Egészségedre. Hát ez jó nagy a hitboxa, de mindegy. Na ilyen ez, amikor sérülünk, és akkor most visszamennék a gyógypakkért. Nyissuk ki ezeket, na itt a gyógypak. Ezt felveszem, kész, ennyi volt. Instant használat. Most már lehet futni végre. Igenis van staminánk, ami egy kis idő után visszatöltődik. Hello! Itt nincs semmi. Picit sok nekem ez az egér. Aha. Hát, most jó. Ja, most jó. Oké. Nézzük ezt a sarkot. Aha, ez egy ilyen kerülő volt. És még direkt még a lámpa is elhomályosodott. Normális az ilyen? A lámpa úgy működjön, ahogy tud? Hát itt nem tudok elbújni. Úgyhogy akkor vissza kell mennem, mert script.
ez nem nyílik, akkor vissza kell futnom. Vagyis hát vissza kell menni. Ott az ajtó. Amelyeken van kilincs, az ki lehet nyitni. Oh! Még egy vízió. Hogy lelkileg össze vagyunk kapcsolva a gyilkossal. És akkor ugye ő kapcsolta ki. Nem tudom mi ez a entitás, ami összekapcsol minket a gonosszal. Megpuszok a kart. Ja. Ott a gyilkos. És elvette a fegyverünket. De úgy játszik velünk, mint Pók az áldozatával. Kapd el. Kell fegyver, ragadj meg egy csövet, vagy egy fadarabot. Igen. Számos tárgy használható fegyverként. Jó, ezt jó tudni, csak hogy mondjuk... Aha, itt a cső. És akkor itt a jobb felső sarokban láthatjuk a magának a fegyvernek a statjait. Sérülés, sebesség, védekezés, hatótávolság, durability nincsen, hál' Istennek, tehát nem tud elhasználódni. A folytatásban viszont elhasználódnak, tehát magunkhoz vesszük, és akkor az alapján tudunk válogatni. A bal klikkel tudunk csapkodni, a jobb klikkel meg védekezünk. És mindig kivédi a blokkokat. Ezt elmozdítjuk. A blokkolás meglepi az ellenfelet, és így lehetősége nyílik támadásra. Igen, tehát stun, üt. Szevasz! Ja, csak fölmászott, jó van. Ah, valami piszkálja az orromat. Ja, és akkor, na itt van a halott madártetem. Madarak összegyűjtve. Gyűjts madártetemeket és fémdarabokat a rejtett teljesítmények megnyitásához. Tehát szóval ezek ilyen achievement-szerűségek. Van itt két doboz, medikit. Ugye, nehogy Isten, probléma lenne. Új, itt fölöttem rohangálnak. Jó, hogy nincs semmi, haladjunk tovább. Mindjárt kifulladok. Aha, a támadás nem fogyaszt staminát, csak a futás. Oké. Át tudnék nyúlni, de nem tudok. Hello! Hopp! Nem láttam a mögöttem lévőt. Ja, és az van, hogy nem tudjuk mindvégig használni a védekezést, hanem ilyen instant, most hát instant kell. Szegecselt fa, nézzük, ez gyengébb, viszont sokkal gyorsabb, sokkal jobban lehet védekezni, illetve a hatótávolsága kevesebb, úgyhogy maradok a csőnél. Tudjátok, mi kell nekem? Tűzoltóbalta. Az lassú, de jó, hatásos. Meg szöges léc, ez másik. De ugyanazt tudja. Hello, Mr. Shadow. Na gyere, matrixozzunk egyet. Víziók, tömkelege, halucinációk. Na és akkor kétféle út. Nope. Van kis csomag. Be kell törni az üveget. Ilyenkor be kell törni az üveget. És akkor egyet elhasználunk. Mehetünk még följebb. Viszont itt nincs semmi. Akkor visszafutunk. És megnézzük a másik oldalt. Tehát nem medálokat, hanem fémdarabokat lehet összegyűjteni. Illetve ezeket a madártemeteket. Ó, dohányozni tilos. Ezt is le tudták fordítani. Na, szép munka, srácok. Na, ez az igazán jó... hogy mondjam, fordítás.
Most egy pillanat. Most várjunk, várjunk egy picit. Ó, becsukódott, bezárták az ajtót mögöttem, nem tudok visszamenni. Úgyhogy kénytelen vagyok fölfele menni. Vagy csinálom azt, hogy visszalépek. És nem rögtön megyek arra, hanem én megnézem ezt az oldalt. Aha! A gázspektrométer... Aha, a gázspektrométerrel... Szagokat lehet föl is megnézni. Aha! A gázspektrométerrel lehet ezeket a madár tetemeket összegyűjteni, mert jó büdös, mert megszálltak a legyek, és ezért így könnyebben meg lehet őket találni. És akkor, hogy hallod, hogy csipog, de jó, hogy visszamentem, és ha hallod, hogy csipog, akkor föl tudjuk venni.